Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Akit egy kicsit is érdekel a motorsport, az már nyilván értesült róla, hogy Mihelis Norbi megnyerte a TCR World Tourt, vagyis 2019 után másodjára is túrautó világbajnok lett. Na most épp csak hazaesett Makaóból, de az ÖMV már is összerántott egy sajtótájékoztatót, és lehetőséget kaptunk, hogy egy negyed órát leüljünk vele beszélgetni. Most ez következik, úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk! Nem tűnsz ki pihennek, és akkor szerintem ez egy understatement. Hogy értetek haza? Tegnap. Három nappal a verseny után értem haza. De az időeltolódás az nem egyszerű, pláne hogyha az ember ugye ilyen sokat van távol. Ausztráliában 10 órával voltunk előrébb, ott töltöttem kicsit több mint 2 hetet, és Makaóban pedig 6 vagy 7 órával, most nem emlékszem pontosan mennyivel voltunk előrébb, mint itthon, úgyhogy ezek a délután 3-4-5 órák nekem már nagyon, nagyon alvás időnek tűnnek. Ezt egy régebbi interjúban is elmesélted, hogy neked 3 álompálya van. Nordschleife, Bathurst és Makaó. A Nordschleife az már ugye korábban megvolt, és most akkor végül is Bathurst és Makaó. Kérlek, mesélj nekem egy kicsit az ausztrál pályáról, meg arról, hogy hogy fogadják ott a TCR World Tourt, mert hogy ott hatalmas múltja volt, ugye a V8 Supercars előtt ott ugye egy ATCC futott, egy ausztrál túrautóvalóság, hogy fogadtak a figyelj, nekem összességében Ausztrália egy hatalmas élmény. Tehát mielőtt oda mentem, azt hittem, hogy maga a pálya Bathurst lesz a korona az utazáson, és valahogy leszálltunk, és az első pillanattól kezdve magamének éreztem ezt a helyet. Tehát nagyon előzékenyek az emberek, nagyon lazák az emberek, teljesen más az életfelfogás. Nincsenek rágörcsölve hülyeségekre, vagy lényegtelen dolgokra. Ha versenyzésről van szó, akkor lehet úgy versenyezni, hogy helyet hagyunk egymásnak a pályán, és ezt én borzasztóan szeretem. Tehát, hogy én szeretem a kemény versenyzést, de hogy nálunk is, amikor lelöködjük egymást a pályáról, meg nem hagyunk helyet a külsőjében, szerintem az nem versenyzés, az sokszor, nem tudom, ilyen tiszteletlenség. Ausztráliában meg van hagyomány a versenyzésnek, tehát hogy ha bemegy melléd, hagysz neki helyet, tudod, hogy ő is hagy neked helyet aztán a külsőjében, és ez olyan jellegű párharcokat, meg olyan jellegű élményt ad a versenyzőnek is, amire nyilván Európában is van példa, de sokkal kevesebb. Tehát ott érzed, hogy van hagyománya a versengésnek. Ha jól emlékszem, nagyon sok menőt megnéztem ezen a pályán, akár a 80-as, 90-es évek ausztrál bajnokságaiból, amikor a Mont Panorámáról elindulsz lefelé azon a nagyon klausztrofób szerpentinen nulla bukótérrel. Volt már ehhez hasonló tapasztalat, ugye Makaó azt tudom, hogy az szűk, de hogy európai pályákhoz, vagy a pályafutáshoz során korábbi pályafutásokhoz volt ehhez hasonló? Nagyon más ez a Bathurst-i pálya, mint bármelyik korábbi élményem. És ugye pont ez a rész, amit te is mondasz, a 11-es kanyartól lefelé, ahogy lebuksz. Kamerán keresztül, aki nézett már mondjuk úgy pályát, hogy kamerán nézett rajta futam, és oda ment élőben, és át tudja érezni, hogy milyen nagyságrendi különbség van a között, amit mondjuk emelkedésben vagy lejtésben látsz kamerához képest, akkor megérted azt, hogy ez borzasztóan meredeknek tűnik lefelé kamerán keresztül is. De ha odamész, akkor a legdurvább, nem tudom, sí fekete pálya vagy szánkó fekete pálya is kis miska ahhoz képest, ami ott fogad, és pláne ugye, hogy tele van tűzelve betonfallal, tehát nincs kifutási lehetőség, jobbra-balra, jobbra fordul a pálya szűkülő kanyarokkal, tehát hogy azért versenyzőként, hát most nem azt mondom, hogy be voltam tojva, de azért ez egy olyan része az összes élményemnek, amit borzasztóan meg kellett tisztelni, és ezzel tisztában voltam az első pillanattól kezdve. Az nézőként nyilván, én maximum szimulátorban mentem az a pályán, de nézőként az a meghatározó benne, hogy átérzed a sebességet, amit a TV közvetítés nagyon ritkán ad vissza. Tehát nézőként is látod, hogy mennyire gyors. Igen. Azt mondtad, hogy
Most 3,5 hetet voltál távol, de az ugye sokszor hivatkozol rá interjúkba, hogy azért neked is ott van a család, a két gyerek. Hogy lehet ezt a fajta életvitelt így összeegyeztetni a versenyzéssel? Nem könnyű. Tehát, hogy én nem voltam soha egy olyan típus, aki úgy könnyen elment otthonról. És ugye ez a közel egy hónap, ez azért a legtöbb idő, amit egyhuzamban távol töltöttem. Az ember mindig azt érzi, hogy a gyerekek most vannak a legjobb korban, de ugye Mira nálunk 6, Emma 5. Nagyon-nagyon jól el vagyunk otthon, és ha egy napot nélkül vagyok már, az is rossz érzés. Ugyanakkor, és nyilván azt is helyén kell kezelni, hogy utazom a világot fizetésért, csinálom azt, amit mindig szerettem volna csinálni. Tehát nyilván ez egy nehéz része, de hogy még így is mindent egybevetve borzasztóan szerencsés dolgom van, hogy ezt az életet élhetem. Nagyon különleges volt a pontszámítás a matematika miatt ez az utolsó futam. Ugye azt mondta a taktika, hogy neked minimum a 8. helyen kell befutni ahhoz, hogy se Erlacher, se Huff pontjai ne legyenek mérvadóak a végeredmény tekintetében. Most ilyenkor sok versenyzőtől hallottam azt, hogy ha felállunk a pályára, akkor oda nyerni megyünk. De ez a nyerni megyünk, és a taktikus én, amikor elkezd küzdeni, ezt hogy kezeled? Hogy döntöd el, hogy én most ezt a féktávot inkább nem vállalom el, mert már megvan a fix hely, és hogy csak felesleges kockázatot vállalok? Ez egy ilyen bajnokság végén, amikor van pontelőny egy makói versenypályán, és tudod, hogy mit kell hoznod, akkor az a fajta hozzáállás, hogy most mindenképpen nyerni kell, szerintem nem kifizetődő hosszú távon. Mert tehát ismerem ezt az érzést versenyzőként, ha elkezdődik a szezon, utána kell menni minden pontnak, nyerni kell, menni kell a lehetőség után, ez igaz. De vannak olyan helyzetek, amikor kockázatot kell menedzselni. És ez a makói utolsó futam, ez pontosan arról szól. Tehát a legnagyobb hülyeség lett volna itt most úgy rajtolni a 10. helyről, ugye a fordított rajtrács miatt 10. helyről indultam a második versenyen. Ha most úgy álltam volna ez a futamhoz hozzá, hogy nyerni kell, akkor az azt jelentette volna, hogy a rajt után mindjárt ugye sokat kellett volna kockáztatnom, hogy előrébb jöjjek, és ezen a makói versenyben minden pillanatban benne van a totálkár, amire aztán semmi szükségem nem volt. Tehát, hogy én is hallottam ezt a mondást, de hogy szerintem ezt minden pillanatban alkalmazni az bocsánat a kifejezésre, de hülyeség. Hát akkor a hideg fej többet ér ilyenkor? Szerintem igen. 2019-ben volt könnyebb dolgod, vagy most? Most. Egyszerűen azért, mert idősebb vagyok, tapasztaltabb vagyok, szerintem nyitottabb is vagyok, harcedzettebb vagyok, mint 2019-ben voltam. Tehát 2019-ben emlékszem, hogy először bajnokságot nyerni nagyon-nagyon jó érzés volt, de kicsit talán túlságosan rágörcsöltem abban az évben, hogy most akkor itt van az esély, és akkor 17-ben nem volt szerencsém, sőt bal szerencsém volt, most akkor utolsó esély, hogy bajnokságot nyerek. Ez nem tudom, egy kicsit megbonyolítottam a saját helyzetemet, úgy érzem. És ezzel a tapasztalattal idén már egy kicsit könnyebb volt. Ugye tudtam, hogy mire görcsöljek rá, tudtam, hogy mire ne görcsöljek rá. Tehát, hogy sokkal jobban beosztottam az energiáimat az idejében, mint 19-ben. 19-ben ezt a sorozatot még VTCR-nek hívták, most ugye TCR World Tour, de aki nagyon régóta követi, még VTCC néven találkozott vele. Mondtad, hogy a szabályok finoman változnak, de az autók tulajdonképpen ugyanazok. Viszont ugye volt itt egy komoly fellépés az aerodinamika és az erősebb motorok révén. Mennyi ideig tartott az átállás? Mi volt a nehézség ennek? Amikor én elkezdtem versenyezni a sorozatban, akkor nagyjából 300-310 lóerő. Lóerős teljesítmény leadására voltak képesek ezek a motorok. Kis túlzással nulla leszorító erő mellett. Ugye volt hátul szárnyunk, de elő nem volt splitterünk. Tehát ez egy utcai autós érzés volt. Mármint, hogy igen, leszorító erő szempontjából. Aztán jött a szabályváltozás, a TC1-es szabályrendszer, ami közel 400 lóerő,
illetve sokkal több, szerintem 10-szer annyi leszorító erőt jelentett, mint a korábbi években. Azt versenyzőként meg kellett tanulni, hogy milyen feldolgozni, hogy milyen az, amikor gyorsul a kanyar, és nem az van, hogy bizonytalanabb, hanem hogy jobban tapad az autó ugye a növekvő leszorító erő miatt. Ez agyban nagy mértékű átállás. Itt ellentmond az életösztönnek, ha jól sokszor kell. Ilyen egyébként. Tehát ott kell tartani a padlót, és akkor úgy a neutrálisabb az autó viselkedése. És aztán ezt követte ugye a térszéles szabályrendszer, amiben most is versenyzek. Ez 2018 óta adott. Itt teljesítményben egy kicsit visszamentünk, tehát ilyen 350-60 lóerő környékére, és kicsit kevesebb leszorító erőnk van, mint a TC1-es időkben, ami azt jelenti, hogy mondjuk TC1-es autóval volt a Hungaroringen 1.45 vége, 1.46 egy kör, ezekkel az autókkal meg olyan 1.50 a köridő, tehát olyan 4 másodpercet. Ezzel amúgy ilyenkor a kihívás is csökken, amikor egy autó lassul, vagy a kieső szempontok, mint például az mondjuk az a teljesítmény, vagy leszorító erő, az rátesz egy újabb terhet. Ha hiszed, hanem nem csökken, mert ezt az ilyen 2-3-4 másodperces köridőnkénti lemaradást nem olyan érzed belül. Vagy hát érzed, de hogy nagyon gyorsan hozzászoksz. Ami plusz kihívás az az, hogy ez az autó, ez a TCL-es autó, ez nagyjából 100, ilyen 10-20 kilóval nehezebb, ez azért féktávon, meg kanyarban érezhető. És ezt azért versenyen jól menedzselni, főleg amikor meleg van, ugye, hogy a gumit ne nyírd agyon ezzel a plusz súllyal, a fékeket ne nyírd ki, mert ugye megyünk a másik autó mögött, fék nem kap hűtést, nagyon meleg van, azért ezek a fékek nincsenek szándékosan túldimenzionálva, egyrészt, hogy a költségeket kordában tartsák, másrészt, hogy versenyzőként neked legyen menedzselni való feladatod. Még feladat legyen. A futam közben. Úgyhogy ilyen szempontból a kihívás része az egyáltalán nem csökken. Még komoly változás, hogy World Tour lett, tehát hogy eljutok ugye újabb helyszínekre, ahogy erről szó volt, hogy ott a helyi menők, a helyi szériáknak a menői is beszélnek a futamokba, ami nyilván nekik van helyismeretük, tapasztalatuk a helyi pályákon. Ez hogy kavarja meg ilyenkor a gridet? Hát eléggé. Ugye egy hagyományos bajnokságban elindulsz a bajnokság elején és kis szúzással van egy 20 fős mezőny, aminek minden egyes tagját megismered, mert találkoztak a pályán kívül, tudod, hogy mire számíts nagyjából versenyzőként ellenfelek terén. De nálunk az idejében ugye ez olyan szempontból csak részben volt adott, hogy a bajnokság magja az egy is ugyanaz volt. Viszont elutaztunk Dél-Amerikába, Ausztráliába, ezeken a helyszíneken, számunkra ismeretlen pályán mérkőztünk meg az adott helyszín TC1-es szabályrendszer legjobbjaival. Tehát ez azt jelentette, hogy mi elutaztunk Bathurstbe, vagy Macaóba, vagy Sydneybe, vagy Argentinába, vagy Uruguayba. A helyi menőkkel versenyeztünk úgy, hogy mi nem ismertük azokat a pályákat, és nem versenyeztünk jobb autókkal, mint ők. Tehát, hogy versenyzőként ilyenkor mindig arra gondolsz, hogy most jó, te versenyzel a World Tour-ba, oda mész, és PP-vernek, hogy ez hogy néz ki. Nyilván nem jól. Nagyon sok a nyomás ebben a nagyon szakákban, nagy a kockázat, ugye nekünk. Tehát ugye a bajnokságnak, meg a helyi versenyzőknek nagyon jó. De nekünk nagyon nagy szakmai kockázat oda menni, és kis túlzással kitenni magunkat ennek a kihívásnak. De hogy ez is most hülyén hangzik, de hogy ezek is jó kihívások. Tehát, hogy szerintem versenyzőként, hogyha te azt gondolod, hogy te egy adott szabályrendszer legjobbja vagy, akkor ezeket a helyzeteket is meg kell oldani. És azért az látszódott, hogy nem véletlenül ez a túraautózásnak a csúcs kategóriája, ahol én versenyzek. Mert ugye hiába mentünk el számunkra ismeretlen pályákra, mérkőztünk meg számunkra ismeretlen versenyzőkkel, azért az esetek nagy többségében még mindig a World Tour nevezői vagy résztvevői
aratták le a babérokat. Meg az is egy nagyon érdekes dolog, amit a legelején mondtál, hogy nem csak a kőbevésett dolgok, tehát a szabályrendszerek vagy a pályák, hanem a versenyzői kultúra. Habitus. Igen. A habitus, tehát, ahogy odaállnak mondjuk egy ausztrál versenyző oda. Hát igen, a dél-amerikai habitus találkozik az európaival, meg az ausztrállal. Ez ilyen sztereotíp dolgok, amit mondjuk a dél-európai temperamentumról gondolunk, ez a pályán is megvan amúgy? Vagy ott azért? Hát figyelj, én az ausztrálokat egy kicsit kevésbé gondoltam. Nem, kevésbé gondoltam elmensnek. És a pályán meg iszonyat állatok. Tehát, hogy nem rossz értelemben, de hogy látszik rajtuk, hogy mindenük a versenyszervezés, a versenyzés, a küzdelem, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. Sokat beszéltél arról, és most sok év után meg is valósult ugye a rally, hogy a Rally Hungary-n kiadt egy 13. hely, és nem is nyomasztanálak ezzel, mert tényleg mindent elmondtál ezzel kapcsolatban, de inkább azt mondd el, hogy mi az a szakág, motorsport szakág, amiben még nagyon szívesen kipróbálnád magad. Hát őszinte leszek veled, Anti, de csak a rally. Csak a rally? Tehát, hogy nyilván van, a rally előtt még ott volt nyilván a hosszú távú versenyzés, de hogy belekóstoltam a rallyba, és ha lehetőségem van valamit elkezdeni, szervezni, és megvalósítani, akkor az csak rally futam. Ekkora adrenalin? Annyira szöges ellentétje a pályaversenyzésnek. Lehet, hogy pont ezért, nem tudom. Mm. Tehát, hogy engem gyerekkorom óta vonzott a rally, most csak, hogy mondjam, még jobban beleszerettem ugye az ERC-s kaland után, tehát rally. Rally. És egy kicsit szeretnék még az emberi oldaláról beszélni így a végén. Ugye a magyar válogatott most csoport elsőként ugye kijutott az EB-re, minimális különbséggel a te bajnoki győzelmethez képest, és azért kimondva kimondatlanul, de elvonja róla a figyelmet. Bánt ez téged? Nem. A legkevésbé sem, ugye. Valamiért úgy alakult, hogy az idejében az én bajnokságom futam, hogy nem közvetíti sportcsatorna, de hogy ha hiszed, hanem én szeretem a nyugalmat. Tehát, hogy szerintem aki akar követni, vagy aki megismert az elmúlt években, az úgy is követ, ugye, vagy a közösségi médiás felületeken, vagy a YouTube közvetítéseken keresztül. Az, hogy kicsit kevesebb figyelem övezi az én versenyzésemet itthon, én az miatt nem bánkódom. Ugye ott vannak a gyerekek, van is valamennyi szabad időm, ez miatt szívesen rendelkezésre állok mindig, de hogy itt is szerintem azt kell látni, hogy vannak olyan időszakok, amikor szakmailag kisebb teljesítményt, szerintem az én esetemben sokkal nagyobb hype övezte itthon, most szerintem szakmailag kb. A csúcson vagyok, azt egy kicsit kisebb a fennforgás körülöttem, én ezt egyáltalán nem kiegyenlítődött. Kiegyenlítődött, és úgy valahogy, ahogy haladok korral, én ezt sokkal jobban élvezem a nyugit. Tehát, hogy nekem nincs arra szükségem, hogy most nem. Mindenki megveregesse a vállamat, vagy hasonlók. Nem tudom, hogy most a fáradtság teszi, de egy ilyen iszonyatos megérkezettségérzés süt rólad, hogy... Az igazság nem a fáradtság teszi, egész évben ezt, akkor ezt éreztem. Hát én nem tudom. Most idén azt érzem, hogy megérkeztem, ezt éreztem a versenypályán is, de hogy igyekezni fogok ebben a, nem tudom, állapotban maradni most sokáig, mert szeretek versenyezni, remélem, hogy sokáig tudok versenyezni, és élvezem, amit csinálok. És tudom, hogy ez a megérkezettségérzés, ez a teljesítményemhez is hozzá. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a bénázás ellenére, és gratulálok még egyszer. Köszi, Anti. A legnagyobb dolog. Köszönöm.